Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestület ülésünkön. A jelenlétében megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Aki napirendi pontokkal egyetért, úgy kérem készfeltartással szavazni. Köszönöm szépen. Rátérnénk a első napirendi pontra, a közmeghallgatás. Úgy látom, van jelentkező, és akkor megkérném, hogy üljön oda ott a végére, és akkor ott legalább a kamera is látja, aztán... Persze. Jó, hogy mondhatja ő, nyugodtan mondhatja ő, és egy kicsit hangosabban annyit kérek, hogy mindenki van. Izgatott vagyok egy kicsit, de most már személyesen jöttem el megkérni az önkormányzat képviselő testületét, hogy az önkormányzat tulajdonában levő 469 helyrajzi számú ingatlanát kérném szépen rendbehozatni, megcsináltatni úgy, hogy tovább ne károsodjon az ingatlanunk, mert elkopik a patak felüli része. Az árvíz utántól kérem ezt a, vagyis kérésem ez lenne. Én sokáig nem tudtam, hogy ez nem a mi ingatlanunkhoz tartozik tulajdonképpen. Itt az önkormányzatnál megvolt a telektérkép, ezt végülis az árvíz után gondolom sokszor elővették, mikor nézték a patak medelbiget, a rekonstrukció véget, a telektérképet, és soha nem lett az észrevéve vagy figyelmen kívül hagyva lett tulajdonképpen, hogy ez önkormányzati terület. És szerintem már akkor meg lehetett volna az a lehetőség, vagy lehetett volna az a lehetőség, hogy segítsenek ott, hogy ne tűnjön át, tulajdonképpen elkopik a mi lakóingatlanunk patak felüli része. Először is ebbe kérném a segítséget most már, mert tényleg vészesen fogy az a terület, én önmagam nem tudok semmit kezdeni vele, az önkormányzattól meg folyamatos elutasítást kaptam. Ebbe kérném a segítséget most már. Tartsunk egy kis szünetet? Nem, mindjárt. Csak így nem fogunk haladni, csak... Jó. Tarthatunk egy kis szünetet, én nagyon szívesen megvárom. A második kérdésem az lenne, hogy az vezetékos ivóvízünk ivatagban használhatatlan. Nagyon hipós, egyszerűen büdös, tényleg használhatatlan. A főzésnél már nem lehet használni, tehát nem lehet belőle főzni. Hoztam mintát, de rájöttem, hogy mikor vettem. Vagy mikor engedtem a csapon. Ezt nagyon sokan jelezték, nem csak én. Nem tudom, voltak-e már bent. Ebben is kérném a segítséget. És harmadik kérdésem meg az lenne, hogy a temetőnek a rendbetétele, az kihez tartozik? Mehetünk sorba, akkor mondhatom. Igen, kérnék szépen. Jó. És akkor bocsánat, hogy... Csak nyugodtan tessék helyet foglalni. Igen, mert ez nekem sok. Jó. Elmondom. Én elhiszem, hogy egyszerre sok, de higgy el, hogy nekünk is sok. Elmondom, hogy miért. Kezdjük az tessék nyugodtan helyet foglalni, és kezdem az elején akkor. Én azt gondolom, hogy 2007-2008-tól ír önlevelet folyamatosan. Én ugyan 2010-től vagyok polgármester, én rögtön szembesültem azzal, amikor meglett a patakmedel rekonstrukciója, hogy ez a rész, amit ön mond, ez nincs benne, úgymond az a rész, amit ön kifogásol, nincs benne. A patakmedel rekonstrukciója végbe ment, folyamatosan kértük szakértők bevonásával a katasztrófa védelmet, és megkértük, vizsgálják meg azt a részt, hogy mi igazából, hogy mi a mi kötelességünk, és mi az önkötelessége. Én azt gondolom, hogy amikor önök építkeztek, már eleve elkövettek egy hibát, hogy olyan közel építették azt a házat maga a patak mederhez, hogy nem tartották be a kellő védőtávolságot, és ezáltal... Igen, tessék?
nem tudom, mikor az a lakás épült, én nem voltam itt. És gondolom, hogy akkor is úgy adták ki az engedélyt, hogy az oda lehessen építkezni, mert még utána, mikor már, még annak idején a férjem, mikor felépítkezett, utána fentett ugyanolyan keskeny rész volt, és még utána kaptak építkezési engedélyeket, sőt, nem is egy. Gondolom, hogy a védőtávolságokat mindenhol meghatározták. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a védőtávolságon belül építkeztek önök. Amikor szembesültem először ezzel a problémával, rögtön kimentünk megnézni, hogy mi okozhatja ezt a dolgot. Talán ön is meg tudja azt erősíteni, hogy a hátsó csatornának a vize és az egész elvezetés úgy volt megoldva, hogy a hátul, a ház háta mögött a víz folyamatosan mosta ezt a rézsüt. Így volt? Így van, de ez 30 méter hosszan nem csinálja azt a kárt, aminek én kérem a megtámasztását már végen. Sőt, ott végig, ahogy ott lett legutoljára rendbe rakva a patak, ott lett a rekonstrukció befejezve, akkor már annyira elmosta a medelfalat a víz, mert ahogy fenten meg lett csinálva a gát, irány a patak folyásra irányt változtatott, és teljesen bejött a házunk alá, és azt a részt folyamatosan mosta. Én ezt nagyon sokat jeleztem, nem hízből, nagyon sokat kértem a volt jegyzőura, voltam a volt polgármester úrnál is, és figyelmen kívül hagyták. Azt hitték, hogy csak viccelek voltam, hogy egyszerűen ne vettek komolyan. Senki nem viccel, senki nem kételkedik az ön szavába. Én azt néztem, meg azt folyamatosan megvizsgálta a katasztrófa védelem is. Az nem annál a vízkárnál keletkezett az az elmosás. Gyakorlatilag ott olyan 10-15 éves, meg 20 éves akácfák voltak, meg vannak mai napig is, amik, hogyha ez, amit ön állít, hogy ez kimosta volna alolla a vizet, az az akácfa ott nem állt volna meg. Azok 10-15 éves akácfák, amik folyamatosan ott éltek. Gyakorlatilag az a probléma nem új keletű, amit ön mond. De az árvíz után most, aki alulra a földet tulajdonképpen, én tudom, hogy de, és elkopik időben, egyszerűen elkopik az a rész, ami az önkormányzat. De önök is folyamatosan oda vezették a háztetőről a csatorna vizét. Ebben igazunk van? Hát ott volt, persze. Oda volt vezetve a ház végébe. Nem csak mi vezettük oda. Én azt gondolom, hogy a probléma ezzel nem lesz megoldódva, hogy ha visszamutogatunk. Én azt gondolom, amit elmondtam, 2016-ban hoztunk testületi döntést, mert én azt gondolom, hogy nem csak ön unja, hanem mi is unjuk ezt, hogy folyamatosan ön igazát bizonyítja, mi a sajátunkat, ebből nem lesz megoldás. Mi azt mondtuk, hogy jó, akkor viszünk oda követ, és megtámasztjuk. Erre mit mondott ön? Azt mondta, hogy mi oda az udvarra csak úgy mehetünk be, hogyha majd mindent visszaállítunk szépen a helyére. Igen, mert annyira rossz az a terület, Azt kértük, hogy az ön portáján keresztül tudjuk megközelíteni. Ezt hogy engedtem, igen. Nem engedtem meg, mert ott van képviselő úr, elmondja ő. A jegyző úrral mindig azon voltunk, hogy segítségedre legyünk. Beszéltünk arról is, hogy még a volt jegyző úr által, hogy oda egy támfalat csinálunk. Van nekik soha egy mellékiklet? Soha nem volt támfalról szó. Jegyző úrral nem lenne hazudni, ha itt lenne. Ott beszélgettünk, én számtalan szóként voltam, és mondtam, hogy ez úgy lehet, hogyha valahogy az útvaradon keresztül bejön, és azt mondtad, hogy ott nem tudsz menni, mert még jobban meginog az a terület. Igen, mert a felső részt azt nemrég töltettem fel, mert egy akkora mélyedés volt már az is, és ami... Ennek az a vonzata, hogy állandó a veszélyes helyen is van az építkezés, közel van a támfalhoz, meg még a hordófő, még az is nyomozta részt. De mikor még nem volt megcsinálva tulajdonképpen a patak medelrekonstrukció, akkor is lehetett volna segíteni, mert már akkor nem is tudom hány éve kértem már akkor azt, hogy hát segítsenek ott nekem megcsináltatni azt, vagy megcsinálni azt a részt, vagy megcsináltatni. És kiderült, hogy az önkormányzati telekszámon bejegyzett telek. Jó, de most ivatlan az önkormányzati. Én ezt értem.
mindent értek. Önökbe azért fel sem merült, hogy önöknek is van némi felelőssége? Én nem mondom, hogy nincsen felelősségem, de segítséggel. Én nekem mindig beintettek tulajdonképpen, nem kaptam semmit. Nem intettünk be. De ezt éreztem folyamatosan. Hogyha ezt érzi, akkor nem tudok nincs. A beszólásokkal, tök mindegy. De tényleg így van, hogy hát olyan beszólások voltak, ami tényleg megengedhetetlen. Ahol érzőtől. Ezt nem gondolnám. Én azt gondolom, hogy a katasztrófa védők is voltak. Azt, nem segít. Például ez is milyen alapon? Mindenképp itt teszem oda. Ez most... De ez mind le van írva. Nézze, én azt gondolom, hogy a településen másnak is volt ilyen hasonló problémája, ahol víz, erózió kárt okoz, hiszen hegyes területen lakunk, én azt gondolom, hogy másnak is volt olyan. Nagyon sok ember megpróbált segíteni akár magán, vagy megpróbált, hogy az önkormányzattal közösen. De önök abszolút, tehát önök mindent ránk hárítanak, tehát ez így nem fog menni. Hogyha nem próbálnak meg legalább abba segíteni, hogy megengedje, hogy bemegyünk az udvarra és legalább onnan tudjuk megközelíteni, akkor nem tudom, hogy hogy fog ez megtörténni. Ez máshonnan nem... De most már csak így lehet, mert már a másik lehetőség ki lett zárva, mert hogy nem tudom, a patakon hol lehet ott átmenni. Sehol. Megcsináltatni. De igen, attól félek, hogyha ott... tudom, hogy nem az, hogy nem... Ha történik valami, nincs pénzem. Én nem tudom megcsináltatni. Jó. Én próbálom segíteni, az önkormányzat próbál segíteni, de hogyha ön nem akar hozzájárulni ehhez, hogy mi ott be tudjuk. Ez nem igaz, hogy nem akar. Hát pedig valami történt, mert azért csak kiment a Novák András jegyző úr, és kint volt Rácz. Mit volt? A levelet kaptam vissza, hogy személyesen nem voltak. Voltak kint. Hát de akkor én hol voltam? Én velem nem találkoztam. Beszélgettél számtalanszor. Hát, egyszer voltál kint nálunk. Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Mikor bejöttél, mutattam a ház háta mögött, hogy mi van tulajdonképpen a patak felügyelés. Mondtad az okosságot, hogy ide, mit tudom én, két méterre húzok egy betonfalat. Azt ajánlottam, mint önkormányzati dolgozó, meg a közmunka program felelőse, hogy annyiba Jedző úr is mondta, hogy tudunk segíteni, de a gépet azt elhatároltál tőle, és azt javasoltam, nem hogy... Nem volt ilyen szó. Hát együtt beszélgettünk. Hát de... Háromszor is volt, egyszer volt, kétszer voltam a Jedző úrral, egyszer hívattál, meg még felmentem. Hát én veled, vagy nálunk, te... Nem voltál a jegyző úrral, én nem találkoztam veletek. Volt a jegyző úr nálunk, polgármester úr is volt ott megnézni. Én de polgármester úrral nem volt. Én voltam többször ott hátulról megnézni, nem ott mentem keresztül, de mindegy. Én azt mondom, hogy ebben nem fogunk előre haladni. Én azt mondom, hogy ha továbbra is elfogadja így a segítségünket, hogy majd valamikor ott az udvaron keresztül megközelítsük, és megpróbálunk oda olyan termésköveket, meg olyan gátat építeni, amivel kicsit megtámasztjuk. Nem azt mondtam, hogy mindent, és nem is biztos, hogy egy erődítményt fogunk oda építeni, de igyekszünk megtámasztani úgy, ahogy erőnkhöz fogjon, vagy méltóan jó. És én azt kértem, érdekes volt, mikor megbeszéltük, hogy a vizet ne oda vezesse, utána láttam, hogy egy csatorna darabot mégiscsak oda tettek. Nem, azt... megy ott a víz tulajdonképpen az igazságot. Jó, ott van elvezető, hogy nem csak azért egy 15-20 méteres háznak az egész oldaláról odafolyt a víz éveken keresztül. Meg a másik udvarról is odafolyt a víz. Tehát oda szolgált minden. Én láttam azért, tehát azért... Meg van csinálva már, bocsánat, hogy itt közbevágok, meg van csinálva a másik udvarnál azt is. Évtizedeken keresztül mosta azt az udvart, és mosta ott azt a részét. Nem volt tulajdonképpen... Meg volt oldva a vízelvezetést? Hát hova vezették a ház túlsó oldaláról, hova vezették a vizet? Hát a vízet folyunk el. És hova, és hol foly ki? Ugyanott hátul. A patak felé. A patak. De hát akkor ebben minden lakásán nem. Tehát az ott meg kell oldani, hogy alapvetően... Én sem voltam tisztában mindig ezekkel a szabályokkal, de utána néztem. Alapvetően minden lakásnak a saját területén kellene a vízelvezetést elszikkasztani a vizet gyakorlatilag. Nem is lehetne belevezetni ezeket. Ezt mindenkinek a saját területén kellene elszikkasztani a csatornavizét. Igen, polgármesterben én is. Mikor kiküldték Miskolcról a kormány hivatal felül a levelet, az képtelenség, amit ők leírnak, mert pedig a törvény az ez. A víz felfele nem fog folyni sosem, szóval az hát képtelenség megoldani. Csatornát is valamelyik irányba mindig szoktuk dűteni, vagy jobbra, vagy balra.
Tehát, hogyha... Tényleg, én azt mondom, hogy ezzel nem fogunk előre haladni, soha nem fogja elfogadni ön se, hogy igazunk van, mi meg azt, hogy önnek, tehát, de azért megpróbálunk segíteni, én, ha elfogadja azt a javaslatot, hogy ha engedi megközelíteni onnan, akkor meg fogjuk csinálni, de most már azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ebbe az időbe ki lehet lesz menni, de megpróbálunk ebbe lépni. Ha ezt így elfogadja, ha nem, akkor... Sőt, akkor, kérni, mert tényleg... Akkor a továbbiakban csak... egymásra fogunk mutogatni, és nem lesz belőle haladás. Nem akarok mutogatni, én kértem. Szóval kértem mindig, hogy segítsenek. Jegyző úr levelét felolvashatom, vagy elmondjam, hogy mit írt önnek? Itt van a 2017. június 12-én válaszolt önnek egy levélre, mert ön nem engedte meg, hogy oda bemenjünk. Én azt, azt a feltételet, hogy mondtam, hogy ha valami történne, hogy hát azt utána oldja meg azt önkormányzat. Jó, de most egyezünk meg abban, hogy én azt megmondtam, hogy ne csinálják. Egyezünk meg abban, hogy azt gondolom, hogy önnek legalább annyi a felelőssége ebbe, hogy elmosta ott hátul, mint a miénk. Mi igyekszünk segíteni, de ha ön meg végképp nem akar segíteni, akkor mi nem fogunk tudni együttműködni. Én azt gondolom, hogy ez így tisztességes, hogy amennyi erőből mértem, utána jönnek. Azt gondolom, hogy önnek is vannak hozzátartó gyerekei. Én azt gondolom, hogy önnek is segíthetne majd utána esetleg egy kicsit elgerebézni az udvart, hogyha megnyomja a földet, a rakodógép vagy valami. Én azt gondolom, hogy azért ennyibe hozzájárulhatnak ők is, vagy ön, vagy bárki. Ez azért így elfogadható? Rendben, kérem a segítséget, mert tényleg nagyon átkopik a mi helyzetben. Elmondtuk, hogy mit, de ön megint azért azt gondolom, hogy jó fél évet halasztott ezen, vagy tolta ezzel, azzal, hogy nem engedte meg, hogy az udvarát. Nem engedtem, most azért jöttem, most valamiképpen, mert most átlátható teljesen a patak medelhúk, hogy néz ki, lement a gaz, teljesen látni, hogy néz ki tulajdonképpen, meg de... Azt gondolom, hogy ez nem egy éves probléma, ugye? Tehát ez legalább egy 20 éves történet. Nem, árvíz után történet. Nem vagyok benne biztos, árvíz után, után kimentek. Én meg biztos vagyok benne, mert ott lapom, és látom, hogy mi van ott. Rendben, tehát az a ház nem hiszem, hogy olébb csúszott 2 méter. Az akkor is nem ott csúszott, volt az a ház. Én nem azt mondtam, hogy elcsúszott, én azt mondtam, hogy a telek csúszik le. Azt hiszem, akkor sem, tehát mondom, az építéskor sem volt már meg a kellő távolság, én azt gondolom. Azt én nem tudom. Biztos, hogy a feltételnek megfelelően lett oda építve, mert akkor is voltak feltételek, nem most épült az a lakás, úgyhogy én ebben nem tudok, a férjem már nem tudnak meg erre választani tulajdonképpen, úgyhogy nem tudok más mondani ezügyben. Akkor a gépeket, ha esetleg úgy van a gépet beengedi, ezt úgy meg tudjuk oldani, és utána esetleg segít a rendbetételbe, hogyha megnyomja a gép az udvart, elfogadja. Igen, elfogadom, de még annyi késem lenne akkor, hogyha be fogja nyomni, hogy kaphatnék oda a földet, meg pénzért. Nem, tehát az egy kocsis földet, azt majd elhúzzák, meg valamit csinálnak vele, meg a jó részét azt meg tudjuk csinálni géppel, de amit nem, azt nyilván kézzel helyreállítják, és akkor semmi gond. Az tényleg nagyon problémás az a terület, és akkor szóval nem tudom, mindenféleképpen kérem a segítséget. Én, és az a félelmem, bármit fogunk csinálni, nem lesz jó, de megpróbálunk. Ez így nem igaz, mert nem olyan ember vagyok. Jó. Hogy hát nem jó semmi, mert az ember tudja magáról, hogy hát amit lehet, hogy tud segíteni. És én azt gondolom, hogy mi meg a legjobb tudásunk szerint próbálom majd segíteni, jó? Ezt megígértem. Rendben. Jó. Akkor térjünk rá a másik dologra, tessék már a víz kérdése. Víz kérdése. Én is jeleztem többször a vízmű felé ezeket a problémákat. Gyakorlatilag az elmúlt évek során zajlott egy közel 6 milliárd forint értékű ivóvíz rekonstrukció egész régiónkban. Én jeleztem, hogy gyakorlatilag már ebből jó rész kimaradt, és csak olyan hozadéka volt ez nálunk, hogy körülbelül 8 vagy 10 tolózárat cseréltek a településen, hogy jobban le lehessen szakaszolni a falut, hogyha csőtörés van. Ez volt az egyik. Másik, volt egy szivacslabdás
csatorna, vagy a vízhálózat átmosás. Ilyen labdával átmosnák az egészet át. Ez nem fogja megoldani a problémánkat, hiszen az 1980-as évek, 70-es évek közepén, 80-as évek elején épült a vízhálózatunk, jó részt Eternit csőből áll, és azt mondják, hogy ez a víz európai norma szerint már megfelel. Két helyről kapják a vizet, Ondról és Tokajból, nem is biztos mindig, hogy kellő arányban, nem is tudják, hogy mikor, honnan, mennyi jön. Én is jeleztem, hogy reggelente nekem is klóros, sőt néha ammónia szagú, de gyakorlatilag büdös záptajás szagú a víz. Én ugyanezt jeleztem. Azt mondták, hogy előfordulhat ilyen is, de még mindig megfelel a normáknak. Én ezzel többet nem tudok mit csinálni, gyakorlatilag én többször jeleztem ezt. Azt mondják, hogy az ivóvízünk most már jó. Én is azt érzem sokszor, nagyon klóros, sőt mondom néha ammóniás is, tehát ez a kellemetlen szúrószaga is van. Az viszont egy biztos, hogy ezek a nagy darab szennyeződések a szivaslabdás mosás után szinte megszűntek, amik voltak régebben, azok talán megszűntek. Én azt gondolom, hogy mindenki próbálja meg lokálisan, helyi szinten olyan vízszűrővel, ha lehet egy picit könnyebbé tenni az életét, hogy ne kerüljön ilyen sor, hogy eldugulnak a mosógépek. De mostanában már nem látom azt, hogy zavaros lenne a víz. Én mondom, többször jeleztem a vízmű felé, jeleztem képviselő úr felé, és jelen pillanatban azt mondta, hogy ha legközelebb rekonstrukció lesz, akkor mádat nem hagyják ki. Én ennyit tudtam. A vízmű felé jelezni. A harmadik kérdés... A temető kérdés. A szemét lerakás. Ez egy alapvető intelligencia kérdése, azt gondolom. A temető az nem az önkormányzati fenntartásban van. Egyházi fenntartásban van. Egyházi fenntartásban van. Nem titok az sem, hogy plébános úrral keressük a kapcsolatot, ma is pont erről beszéltem, jövő héten fogunk találkozni ezzel a kapcsolatban. Én is szeretnék vele egy olyan együttműködést csinálni, hogy jövőre akár közmunkában szeretnénk rendet csinálni. Csak elmondom a múlt, a minden szentekkori élményemet, gyakorlatilag előtte egy-két nappal kitakarítottunk mindent, összeszedtük az összes szemetet, amit az utak mellé folyamatosan végig leraknak, most már nem is az, hogy egy csomóra raknak, hanem sorba mindenki. Én azt gondolom, hogy ha valaki elkölt annyit virágra, ne adj Isten még művirágra, meg koszorúra, legyen annyi intelligencia benne, hogy ne dobálja szét, és ne főleg a másik hozzátartozójának a sírja mellé próbálja meg lehelyezni ezt, mert ettől felháborítóbb nincs. Név nélkül mondok olyat, hogy valaki ott gyújtott gyertyát, és közvetlen a szomszédja az ő sírja mellé tette le a virágot, az ő hozzátartozójának a sírja mellé. Tehát ezek olyan intelligencia kérdések, ami azt gondolom, hogy nekünk erre jelen pillanatban ráhatásunk nincs. Én plébános úrnak is javasoltam, hogy kerítsük be a temetőt, csináljunk rendtartást, ami alapján amihez mindenkinek igazodnia kellene, próbálunk csinálni egy lerakóhelyet, de a hozzátartozóknak is kötelességük az, hogy ha tényleg ennyit áldoznak, hogy a szeretteik sírjára virágot visznek, minden, akkor legyen annyi igényük, hogy az elszáradt virágokat vigyék el. Mert azt gondolom, hogy azt nem várhatja el senki, hogy csak a jó az övé, a rossz az meg marad az önkormányzatra vagy az egyházra. Ez nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenhol így van. Én szeretném, hogyha rend lenne, azt gondolom, hogy elég sokat áldozunk erre, meg elég sokat teszünk érte. Úgy magánemberként gépet biztosítottam minden éven, de azt nem lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy nincs rend, és ő maga csinálja a rendetlenséget. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kicsit nem egy jó hozzáállás. Tehát nem akarok ragozni, mert tudnék mondani talán csúnyább szavakat is erre. Én azt gondolom, hogy én amikor viszek valamit, legalább annyit el is viszek.
Tehát igyekszek nem ott szemetelni. És az nem lehetne, tényleg, mint én csak egy ötlet, hogy egyszerű megoldásból, hogy a temető több pontján blokkból szemétlerakókat építeni, hogy hát három részben megcsinálni blokknak, a negyedik résznél egy ilyen kerítéses megoldja, egy kinyitható megoldást, hogy mi fog változni a szemetet, és akkor azt üríteni, hogy mindenki tényleg venni azt a fáradtságot, hogy oda tegye be a szemetet a szemétlerakóra, mert borzasztó, ahogy kinézni. Nagyon jó ötletek vannak, nagyon jó példák, csak ez mind pénzkérdése. Ennek a szemétnek a havi elszállítása nem kevés költség. Én nem tudom, hogy áll most a sírhelyek megváltása. Nem tudom, hogy áll az, hogy mennyi temetői hozzájárulást fizetnek a hozzátartozók azért, hogy az a szemét el legyen szállítva. Állami szinten, normatíva szinten, én utána néztem, körülbelül 7-800 ezer forintot lehetne lehívni arra, hogy a szemétszállításra, a temetői fenntartásra, egy ilyen lakosú, egy ilyen lélekszámú településnél. A 7-800 ezer forint azt gondolom, hogy semmire sem lenne elég, legalábbis a lerakói díjakat nem fedezni, a szemét lerakói díjakat. Mi is próbálunk egy megoldást keresni arra, hogy hogy lehetne akár a zöld hulladékot külön válogatni, ahogy akár a veszélyes hulladékot, az üveget, a műanyagot külön válogatni. Próbálunk majd csinálni ilyen tárolót a jövőben, de ezt nyilván ezt egyedül nem fogunk tudni csinálni, ehhez plébános úrnak és az egyháznak a hozzájárulása is kell. És az embereknek a hozzájárulása, meg az embereknek a hozzáállása kell, hogy az változzon. Mert leginkább mindenki panaszkodik, hogy nem szép a temető, de ő maga járul hozzá legjobban. Hogy eldobálja a szemetet, akár a szomszéd sírokhoz teszi. Tehát azért ez, azt gondolom, hogy egy kicsit a más szemébe a szálkát, a sajátjába, a gerendát címszóval van. De igyekszünk, ami tőlünk telik. Értem. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy képviselőtársaimnak van-e esetleg ehhez hozzászólni valója, mert ez most csak az én expozém volt, de én azt gondolom, hogy meghallgatjuk a többieket is, hogy ki tud, hogy ki szól esetleg ehhez hozzá. Én csak annyit szeretnék mondani az első témához, a területhez, hogy fogadd el azt a javaslatot, amit polgármester úr mond, és közös megegyezéssel, együttműködéssel próbáljátok megoldani, mert hát ez a segítség innen elég szép, és akkor meglátod, hogy hova fogsz tudni jutni. Persze, ezért kértem a segítséget, és azért mondom Balnának is, hogy én nem találkoztam vele, amikor polgármester úrra, kint voltunk. Mert tényleg... És még visszatérve az udvaron is, ott vannak a kövek, még arról is beszéltük, hogyha itt a sarokban, innen a patattól, ott van a kőcsomó. Igen, van. És arról is beszéltünk, hogy valamit az önkormányzat, ugye a közmunkaprogram keretében, emberekkel, jó maga vezetésével valami megoldást tudnánk, és akkor utána beszéltünk a jegyző úrral, meg a galambosi polgármester úrral, hogy hát itt valahogy be kell vinni az anyagot, meg valamit, és akkor már állt meg a dolog, hogy összeegyünk, nem emlékszel. Meg minden el van téve, úgyhogy feljegyeztem sok mindent, úgyhogy azért mondom, hogy... Itt is megvan minden. Tudom, hát ugyanaz. Szóval ez tényleg nem vicc. Most már azért jöttem be személyesen, hogy legyen megoldás, mert meg elkopik a területünk. Jó, én ezt mondom, értem, csak ez nem mind teljes mértékben, mind mi felelősségünk, azt gondolom. De... Azért folyamodtam már első perctől, hogy főleg így, hogy tényleg az önkormányzat az ingatlana, hogy segítséget kapjak. Nem voltam ellenálló sosem, alázattal kértem, és akkor
De mi mondtuk, hogy milyen formában. Jó, ezt ne ragozzuk talán, azt gondolom, mert ezt holnapra sem végzünk ezzel, de igyekszünk, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, viszont látom. Közmeghallgatás. Közmeghallgatásra akkor más nem jelentkezett. Ha egyetértetek vele, hogy rátérnénk a második napirendi pontra, Mári Gyermekekért Alapítvány többletköltség elszámolása. Mint bizonyára tudjátok, IKST keretén belül megújításra került a művelődési ház, és gyakorlatilag a fenntartója ennek a rendszernek jelen pillanatban a Máde Gyerekekért Alapítvány. De megegyeztünk, testületi döntés is született róla, hogy amikor oda kerül a sor, a Mátközség önkormányzata vállalja azt, hogy az ott dolgozó bérét majd folyósítja a Máde Gyerekekért Alapítványnak. Na most kaptunk egy elszámolást a Máde Gyerekekért Alapítványtól, hogy eddig a fenntartási időszak alatt mennyi bért és járulékot fizettek ki, illetve könyvelési díjat és többet költséget fizettek ki két év alatt, ami eltelt. Összességében 6.108.000 forint ment ki pluszba, és gyakorlatilag ez alapvetően valósan járna, és azt beszéltem a kuratórium elnökével, elnöknőjével, Szepesi Józsefnővel, hogy az önkormányzati támogatást valósan oda fogjuk adni. Amikor megtörténnek az elszámolások, nyilván olyan sok pályázati elszámolásunk van még folyamatban, hogy a lehívható összeg még nem érkezett meg. A 300 milliós támogatásunkat sem tudtuk még jelen pillanatban lehívni, és mondtam neki, hogy mihelyt az önkormányzat olyan anyagi helyzetbe kerül, ezt a 6.100.000 forintot a későbbiek folyamán át fogjuk utalni. Ezzel azt gondolom, hogy vitán felül állunk, mert ezt meg is ígértük, és ez erről testületi döntés is született, Angéla, ugye, ha jól tudom. Ezzel kapcsolatban van-e még valami dolgunk? Tehát mi továbbra is fenntartjuk ezt a szándékunkat, és hogyha ezek a pénzek megjönnek, akkor ez átutalásra kerül. Ezzel több dolgunk nincs, akkor semmilyen határozatot nem kell hozni róla. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzászok? Egy határozatot hozzunk róla inkább, legyen ez a biztos. Hát erről már volt, hogy amúgy megállja az önkormányzat. Nem? Nem ügyes szerződés. Tessék? Lenni kellett. Volt szerződés. Volt róla szerződés, tehát erre nem hiszem, hogy kell róla határozat, még egy határozat. Vannak indítványok, javaslatok, van-e valakinek valami, mert az igazság, hogy gyakorlatilag három olyan további napirendű pontunk van, ami személyi ügyeket érint, a Burza Hungarika tehetséggondozó programban való részvétel, illetve az első lakáshoz jutó támogatási kérelem, ami zárt ülést igényelne. Amilyen indítványok, javaslatok között van-e valakinek esetleg, ami sürgősséggel kellene tárgyalnunk. Egy lenne, egy tájékoztatást szeretnék nyújtani a Vasalbert úton lakóknak, hogy Viszmajor keretében beadtuk pályázatot, hiszen jó rész két helyen most már meg van süllyedve a Vasalbert utca. Gyakorlatilag a katasztrófavédelem azt javasolta, hogy zárjuk le az utcát. Most teljes mértékben nem akarjuk lezárni, csak az ott lakók részére szeretnénk, hogyha bejárást biztosítanánk. Mivel a
egyéb irányú forgalmat megtiltjuk, és ezt a rendőrséggel is közöltük, hiszen nem szeretnénk azt, hogy bármilyen autó vagy bárki beszakadjon ezekbe a pincékbe. Az elmúlt évek során olyan rossz állapotba kerültek az út alatt áthúzódó pincéknek az állapota, hogy a kijavításig a további forgalmat ott megtiltanánk. Ezzel kapcsolatban jegyző úr, van-e valami még? Nem, igen, nem csak. Tehát a vasárnap 38-ig biztosítjuk a forgalom beutását, illetve a másik oldalról a Táncsics út felől ugyanígy a 38-ig. Tehát csak célforgalom és csak az ott lakók esetében, mert tényleg ez a két pince olyan állapotba került, hogy baleset veszélyes. Amint megkapjuk a támogatást, eljárjuk és a forgalmat továbbra is biztosítjuk. Mindig ezt kellene tudomásul venni. További dolog még, hogy a ZHK-nak fogjuk ezt közölni, nekik az áthajtást meg fogjuk tiltani, de a bejutást a két irányból mindenféleképpen el fogjuk nekik mondani, hogy azt tolatással vagy valahogy oldják meg, hogy a szemétszállítás az továbbra is biztosított legyen mindenki számára. Tehát a szolgáltatásokat nem korlátozzuk, de figyelmet felhívjuk mindenképpen a baleset veszélyre. Jó. Más egyéb indítvány javaslat. Köszönöm szépen akkor a eddigi munkát, és még a továbbiakban három napi rendi pontot fogunk tárgyalni. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését. Ezen az évben már, ha jól tudom, nem lesz több testületi ülésünk. Még lehet. Lesz? Decemberben szoktunk még egyet. Decemberben. Mindenképpen az arculati kényzikény. Ja, akkor még remélem, hogy az évben egyszer találkozunk. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Az átülést rendelnék el. Köszönöm.